Több mint 20 résztvevővel zajlott a Dombovári Darts Egyesület első nyílt versenye. A civil szervezet idén januárban alakult meg, egyesületként pedig áprilistól kezdtek el működni. A sportág iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Ez a Darts Egyesületünk, amit az idén hoztunk létre, ez egy baráti beszélgetésből jött össze, ugyanis nagyon régóta űzzük ezt a sportot, nagyon szeretjük, és hál' Istennek a világon egyre népszerűbb, hiszen világbajnokságokat rendeznek, nem kis nézőszámmal, és persze azt mi követjük rendszeresen. Volt van olyan tagunk, egyesület tagunk, aki volt is kint a Londonban ezen a világbajnokságon, és hát sajnos közben jött ez a Covid, mert régen volt a terve volt az egyesület megalakítása, és hát azért kijátszottuk ezt a vírust, ugyanis online is megsikerült rendezni az első versenyünket. Az én garázsomban volt a szerverszoba, laptopok, kamerák, ez, mindenki otthon a lakásába, saját táblával, kis telefon fölvette, és egy nagyon jó program lett belőle, és akkor utána összeültünk, egy kicsit összedugtuk a buksinkat, és elhatároztuk, hogy akkor ezt tegyük hivatalossá, és ezért létre is hoztuk akkor a Dombovári Darts Egyesületet. Nagyon örültem, amikor januárban megkerestek többen is, jelezték, hogy szeretnének egy Darts Egyesületet létrehozni. Nyilván az egyesület papíron létrejön, de ez még nem működőképes. Itt a műfázban megteremtődött annak a lehetősége, hogy egy termet tudjunk biztosítani számukra. Örömteli, hogy a termet saját maguknak építették meg, gyakorlatilag az önkormányzat ez hát nem járult hozzá, nyilván elvileg nagyon támogatjuk őket. Azon túlmenően, hogy egy új sportegyesület alakult Dombaváron, bízom benne, hogy létrejött egy új olyan közösség, amelyben az emberek jól érzik magukat, napról napra többen lesznek, és a mai napon is már ugye egy nyitó versennyel kezdenek, több mint 20-an jelentkeztek erre a versenyre, remélem, hogy tartalmas nap lesz, jó fogják magukat érezni. A jó társaság a jó hangulatot is garantálja. Az egyesület szívesen fogadja a sportág iránt érdeklődőket. Egyesületünkben most jelen pillanatban 19-20 fő, 20 tag van bejegyezve. Kedden és csütörtökönként tartunk edzéseket, edzésnapokat, és akkor hát a végső cél az, hogy gyakorlatilag egész Dél-Dunántúlt ide tudjuk majd csábítani egy-két versenyre. Az egész sport, gyakorlatilag az összes egyesület roppant nyílt személyiségekkel rendelkezik, bárki, bármikor meglátogathatja az edzéseket, versenyeket. Céljuk ugyanis a sportág népszerűsítése mellett annak elterjesztése is.